első tavaszi horgászat márciusba, nagy víznél, pontyozás, illetve harcsázó szerelés is van nálam, majd kicsit később megpróbálom a harcsát. Köszöntöm, nem tudom, jó napot! Ezt a kis pufit elharaptam, pici a horog. Keszegre is gondolok, hogy esetleg jöhet azért a kicsi csali. És akkor megpróbálom teljesen ezzel a vonalba, ebbe a vonalba bevezetni, így oldalról. Bevezetni alá, a bokor alá. Azonnali kapás is lehet. Az biztos. Ki is nyitom a nyeletőféket is, optimisták vagyunk. Kicsit jobban el kellett volna dobni, hogy a bokorral. Így se rossz. Még nem most ért le a kosár. A másik az az erősebb. Én gondolom, hogy esetleg nagy ponty is lehet bent. Ezt majd jobban eldobjuk, ez a 30-as fonottas szerkó. A 30-as fonottas szerkó. Az a jó, hogyha egyenesen áll a bot. És akkor erre kerül a nagy pufóka. Ha így bólogat a bot, akkor vagy akadó, vagy fa, vagy valami nem oké. Vagy fölemeli az alsó áramlat a kosarat, akkor egy kicsit engedünk utána. Ezt meg majd bentet dobjuk. Erre meg kerül kettő. Hát ez a fehér, ez a tavalyi, ami a meglepetés videóban van, hogy bontom ki. Erre kettő ez. Ez nagyra megy. Vagy három. Ez nagyra van. Ugye azért is jó a három pufóka, mert ezt a vastag zsinort, meg ezt a nagy a porgot, ez kicsit kiemeli. Ezt jobban eldobom. Egyikkel rövidebben, másikkal hosszabban. Ezt jobban elengedem. Ezt csak itt vagyok a bokor alatt ezzel. Én nagyjából tudom, hogy nem akad. Ez a tapasztalat hozza csak meg, hogy egy helyet ismerjünk, azt tuti. Ott leengedjük. Oh. Van itt rendetlenség, első horgászatoknál mindig mindenki ügyeljen nagyon, mert csak nem úgy mozgunk, mint mikor már be vagyunk rutinosodva. Nem úgy mozgunk. Kapás. Na, 1-0. Remélem kijön. Kis pici gaja köz van. 1-0 van. Hát gaj. Sajnos bentem kell. Bement a gajba. Egyből kapás lett. Majd teljesen amarra horgászok. Próbálom azért kivezetni a gajból. Hát ha sikerül, nem szakítjuk be. Már van nálam másik korok, de ez egy tapasztalat, hogy mi a helyzet. Hát ez gaj alatt vagyok, emelre kell le kell tenni a ebből kiindulva a jobboldali stabilizátort, hogy bentebb legyek. Ezt meg felveszem. És akkor egy gondolattal bentebb van a... Remélem a kosár nem lesz oda, csak a horog. Hal volt. Gaj, bentebb kell horgászni. Hát a kosár is oda van. Na, akkor szerelés. Ez a baj. Rögtön kapásom volt a bokrok közt. Hol a zsinór? Itt a zsinór. Remélem van nálam másik etetőkosár. Ilyenkor azért több szakadásra kell számítani, ha az a helyzet. Bentebb kell horgászni.
És ezt csak az, akkor tapasztaljuk meg, ha egyel már akadunk. Ugye kapás is volt, meg hal is volt rajta, de bement a bokorba. Jó, nem gondolnám, hogy nagy hal, de valami keszeg, karika vagy valami.